Több olyan pedagógus sem kapta meg a 100%-os táppénzt, aki a munkahelyén kapta el a koronavírust, tudta meg a Népszava. Közben a múlt héten Kásler Miklós azt jelentette be, a koronavírusos és a karanténban lévő tanárok is 100%-os táppénzre jogosultak. Az erről szóló jogszabály azóta sem jelent meg. A pedagógusok szakszervezete a jogszabályi háttér azonnali rendezését sürgeti. Rendkívüli szünetet rendeltek el ebben az iskolában szeptember elején, miután kiderült, koronavírusos lett az egyik tanár. Nincs ezzel egyedül, számos kollégája járt azóta is hasonló cipőben. Részben az ő megnyugtatásukat célozhatta Kásler Miklós múlt heti bejelentése, miszerint minden pedagógusnak jár a 100%-os táppénz. Azok a pedagógusok, akik a munkahelyükön kapták meg a fertőzést, tehát COVID pozitívak, ők teljes táppénzre jogosultak, de nem csak ők, hanem a szoros kontaktjaik is, tehát mindazok a pedagógusok, akik a munkájukat az iskolában nem végezhetik, mert karanténba töltik az idejüket. Most mégis úgy tűnik, nem mindenkinek jár a 100%-os táppénz. Csak abban az esetben, ha a tankerület vagy intézményvezető is úgy akarja. 50-60%-os táppénzre jogosultak ebben az esetben, ez egy komoly veszteség, mert nem tudnak ebből az összegből megélni. Hiába jelentette be ugyanis Kásler Miklós a teljes összegű táppénzt. Az erről szóló jogszabály még nem jelent meg. A házi orvosok eltérő gyakorlata miatt pedig sok panasz érkezik, legalábbis a pedagógusok szakszervezete szerint. A miniszternek írt keddi levelükben a jogszabályi háttér azonnali rendezését sürgetik. És igenis követeljük a minisztertől, és követeljük azt, hogy a kollégáink 100%-os táppénzben részesüljenek, vagy pedig, ha az első körös szűrésbe megállapítják róluk, hogy ők veszélyeztetettek és megfigyelés alá karanténba helyezik, akkor pedig 100%-os bért kapjanak, mert ezt oldja meg a fenntartó. Közben a pedagógusok demokratikus szakszervezete nyílt levélben fordult Kásler Miklóshoz és Pintér Sándor belügyminiszterhez. Ebben egyebek mellett ingyenes tesztelést sürgetnek. Tömeges, rendszeres tesztelés nélkül gyakorlatilag nincs más megoldás. Hogyha bizonyítottan valaki megbetegszik, akkor egyértelmű a 100%-os táppénz az adott pedagógus esetében, viszont még egyszer mondom, ha nincsenek számok és nincsen adatnyilvánosság, ez még egy másik kulcsszó, akkor nem lehet követni a fertőzést. Jelenleg az is nehéz bizonyítani egy tanárnak, hogy az iskolában fertőződött meg. A szűrés azonban ezen is segíthetne.